Na, hát hanem mindenki, én egy tartalmi, és itt egy olyan videóban. Ebben a mai videóban a Mystery Móddal fogunk foglalkozni, ugyanis mostan, most Solo Showdown plusz Graveyard Shift van, tehát megkaptuk a Halloween-os Graveyard Shift-et, csak pluszban random pályával. Ha bármilyen pályát bent beadhat, amiben ben volt a game-be, és nem valami limitált cucc. De azért nem Max-el kéne érkezni, hanem mondjuk ki volt undorító? Tik volt itt undorító? Azt hiszem Tik, jó az itt, jó, minden, oké, akkor kezdjük. Nézzük meg ezt a Mystery módot, igazából, hogy ez már egyszer ben volt, akkor játszottam is vele, és remélhetőleg most is egy kicsikét ilyen nosztalgiás lesz, ez a map, ez pont nem, ugyanis bármilyen régi map ben van, ami például nekem nagyon tetszettek, de kivették, régen játszottam rajtuk, blablabla, tök olyan, hogy ezt békén hagyna egyébként. Úgy vagyom, hogy én nem hagyom békén, de az a más kérdés. Jó, én azt szoktam fogni. Mortis nem bír békén hagyni. Miért akar ölni? Na, mi van? Ó, most egy kicsit rohadjál le. De amíg nincsen bokorban, addig nyugodtak. A tökön, milyen nyugodtak lehetünk? Itt egy Dynamite, aki megfoglalja a szőssége, mert ő egyszerűen tud lőni az akne ajzével. Kivéve, hogyha jó a dodzsolásom, betöltött a gazicét, igen, láttam, és át, itt le, itt ott, itt amott. Na, azért az a négy év megérződik. Pusztuljál el? Léci, add nekem magadat! Nem tudtam megölni, nem kaptam egy HP-t, ugye csak akkor kapunk plusz HP-t, ugye sebezzük az enemit. Vagy megölít, ugye megölít, ez a graveyard kép, úgyhogy folyamatosan vonja le a HP-nkat, szóval ja. Még itt van egy ilyen elég érdekes bug, ugye a Spike-kal, hogyha behozzátok a shieldes gear-t, akkor ugye nem tudom, valami 40 HP-t mond le, de annyit azonnal vissza is tört a shield, tehát végtelen HP-tok van, ameddig nem megy le a shield. Szóval van, ilyesmi van, az elég jó OP, bár én nem szoktam használni, de említek az elég jó OP. Említek ez tikkel is működik, csak hát nem. Csak már lement a shieldem régen. Köszönöm, köszönöm már. Köszönöm szépen! Na, oda nem mész, oda nem mész, te rohadék, oda nem mész. Jó, menjél csak nyugodtan, de meghalt, meg fog dögleni a graveyardba, megdöglik. Elnyomta a healt, de meg fog dögleni, meg fog dögleni! Meg fog dögleni! Nekem csak nyugton kell maradnom! Gyerünk! Meg fog dögleni! Nagyon jó! Hogyha ki tudod használni azt, hogy az enemy nem... Igazából amikor végjáték van már showdown, és tudod, hogy neked van több HP-d, és az enemynek nem, akkor igazából csak meg kell válnod, és végig kell nézned, ahogy megdöglik. Ennyire egyszerű. Ó, hogy rohadj meg ez a pálya. Ez úgy, hogy nem egy ilyen nagyon nosztalgia. Amúgy igazából ilyen pillanatban látjátok, úgy, hogy nem veszünk HP-t, mi azonnal visszamegy, szóval most igazából le kéne kempelnünk és végigválni. Én nem vagyok nem ez a kempelős típus. Anyám Jézus, mi a tököm? Annyira befostam, hallottam a báznak azt a... Vagy mi aztán itt ugrott a Jedgerre, Jézus. Ne. Mister. Van kedve erre jönni? Jó, igazából én csak itt megállok, jót állok magamért, ez erre fog jönni, ugrottul. Nem tudja, mekkora nagy kemperek vagyunk, Jézusom már. Hülye, nem tudja, hogy mi itt vagyunk, és erre úgysem fog jönni. Jó, de hát akkor fog, na hagyjál békén. Oké, nagyon jól jöttünk ki ebből! Nem tudom, hogy tudjátok-e, de hamarosan fog jönni a Brawl Stars-nak az új játéka, a Squad Busters. Hogy nem tudjátok mi ez, akkor nézzetek meg youtuberektől. Nagyon külföldi youtuberek csináltak róla videót, magyarok, nagyon sok ember csinált. Szóval ajánlom, hogy nézzétek meg. Hogyha esetleg nem tudok, hogy mi az a játék, igazából sokan úgy nevezik, hogy a Brawl Stars 2.0, vagy a Brawl Stars 2. Amiben emeltőleg a minden játékokból, tehát HD, Clash of Clans, minden játékokból benne van legalább egy karakter, és vannak benne ládák, szóval aki szerette a régi ládás láncsot, az önnek örülhet. Amint lehet egyébként, mert meg fogjuk próbálni, egyébként már jelentkeztem erre a bétás cuccra, hogy ugye ez a closed beta, és akkor lehet jelentkezni, kiválasztott pár ember, akik igazából megkapják a játékot, de csak tesztelésre, tehát nem azért, hogy izé, hogy játszhatni ilyesmi, hanem csak szimplán az fasz. De még mindig jó, még mindig megvan a izé, még mindig megvan a végtelen HP, szóval azért, hogy leteszteljék, és akkor esetleg, hogy probléma van, vagy nem olyan jó a game, vagy valami van, bugok ilyesmi, akkor azt elmondják ugye a Supercellnek, és akkor blablabla. Ebben egyébként nagyon nehéz belekerülni, szóval valószínűleg nem biztos, hogy én pont ott leszek, de egyébként is jelentkezzetek, hogy most megvan rá az esély, és nem lehetetlen ebbe belekerülni, ezt jól tudom, szóval, ha szeretnétek egy ilyenbe szerepelni, akkor csak jelentkezzetek. Nem tudom, Supercell, nem vették, Supercell, ezt nem vették itt, hogy amúgy, mi? Nem, de mit jelentő?
volt? Azt ott demigelődni, és kellett volna ott történnie. Ugyan rendben, az a fosláda, az a fostartály. Nagyon jó, most nincs vételizése, hát érted, nekem van. Mi az a fostartály, ott már megint az a másik? A másik! Hát ezek osztódással szaporodnak. Fostartály. Ez lesz a neve. Ebben a játékmódban, hogyha játszott a Graveyard Shift-on, és megláttad egy verebet, akkor az egy fostartály. Én nem tudok kezdve, ez így folyamodjon, hogy már csomó ideje megy a meccs, ahol megoldtunk egy fosztartát. Tehát folyamodjon, hogy már csomó ideje megy a meccs, és semmi hábbit nem veszettem. Szóval, ja. Félsz a másik fosztartájtól. Ezt még be kell válnom, Lépj be. De jön másodatok. Nem. Nem jó! De hogy nem jó? Nagyon is jó. Maxil! Miért nem pusztult meg? Na ugorja, ha mehet. Belöktem az aknáimba! Tír! 200 igu play! Ő elvesztésre, mivel nem tud mit csinálni, nem tud megvédni, miért lesz, hogy megvédni? Na, azt lőd nyakon! Ó! Mindjárt vagyom. Miért van? Hoppá! Hoppá! Jó? Valami tök is el tud találni, ha ide lő rám. Most csinálok már, amit csak... Oké, megölte magát. Na, hát szóval lett volna a mystery mode, csak gondoltam gyorsan, hogy csinálok egy ilyen videót, mert hát why not? Vöhöljön, ne hát. Szóval ez van a mystery mode, lehet volna nosztalgia, ez meg minden, szóval... Ja, ennyi.